ijeszt vágat földet, szilar hullámokat vett lépítőre. Látjátok ezt a táncot? Halljátok a zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogy a műletenét. Reng és sült a tenger, hánykulnak a hajók, süllyednek kokorra, az árbóc és vitorla megtörvetik meg. Tombolt ki te özönvíz, tombolt ki magadat, utas mélységes mellett, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékodat. Egyed vele az égre, örök tanulságú, ha bár fölül a gája, s alul a víznek hárja, azért a víz az. 1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a hájukra, és az épületeken is magyar zászlós lengek a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságnak kiemelkedő őseiről, meghozva
vigyázzatok a házatokra. Hát, ha mire a nap lemegyek ki, tűzben állunk, mert tetőtől tartunk. Édesapám, régi magyar meg, alszik-e csak a vörösségben? Vagy a pályi halálába elhal? Illik-e még oldaladra? Az egyetemi fiataljai mind csatlakoztak a menethez. A nyomdához már közel 2000 érkeztek, hogy zárzóan nyilvánosság ki a magyar követeléseit, az Irinyi József által megfogalmazott 14 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a nemzeti tart. Jókai mód a nyomda előtt. Randere nyomda jött, már valamennyi írótársunkat mindegyik találtuk, így csatlakoztak hozzánk a nemzeti színház taggal is. Esős, sáros idő volt. A közönség esernyéket tartott kalapjai fölé. Ej, uraim! Kiáltnék a közönségre. Lehet, hogy egy óra maga a golyók hullanak ránk esőre? Hát akkor elfutunk-e? És arra minden esernyő eltűnt a feje felül. De elfutnak meg a kalapok is, abban a pillanatban, amit a Irinyi az első példányát nemzeti követelésnek felmutatta e szóval. Ima a szabad sajtó legelső nyomtatványa. A nyomtatógépet első nap ragadta meg Irinyi, a másik nyomás Petőfi, harmadikot én tettem bele, hogyha merén egy szerencsét ki, minket érjen csapás, ne a zártatni nyomdai szemét. Ide kinyomtatom Magyarországon szabad sajtó legelső terméket. Most vagy soha? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés.